Az első történetünk igazán népszerű volt a maga idejében. Történt egyszer, hogy egy nő késő este ment haza autóval. A barátnőjével beültek pár italra egy népszerű bárba, és ezért viszonylag későn indult haza. Egy elhagyatott autópályán haladt, amikor egy másik autó közelítette meg az övét gyorsabban, mint ha meg akarná előzni. Azonban az autóvezetője váratlanul visszatért mögé. Pillanatra felkapcsolta a fényszórót, majd szorosan mögötte maradt. Egész úton követte. A nő egyre jobban félt, és alig bírta megállni, hogy az út helyett ne az őt üldöző autót figyelje. Ami időnként felfelvillantotta a fényszóróit. A nő egyre jobban aggódott, hiszen a mögötte haladó autó folyamatosan a nyomában járt. A nő időközben hazaért, és úgy döntött, hogy berohan a házba és hívja a rendőrséget. Azonban ahogy kiszállt az autóból, a mögötte haladó sofőr rákiáltott, hogy menjen be a házba, zárkózzon be és hívja a rendőrséget. A rendőrök megérkezésével aztán kiderült, hogy a nőt üldöző autósofőrje nem megölni akarta, hanem végül megmentette az életét, hiszen észrevette, hogy a hátsó ülésen váratlan utasul, aki éppen szúrásra emelte a kését. A történet tanulsága valószínűleg mindenki számára nyilvánvaló. Mielőtt beszállsz az autódba, ellenőrizd a hátsó ülést.